Na, bocs, a szólónál kinyomtam a zenét, ne haragudj, ne haragudj! Van ilyen mémes is, van ilyen mémes... Ez a nagy mém, szitek szagyóba vagyok? Hát nem vagyunk rosszba, igazából. A podcastembe, ami a TikTokról fog szólni, elhívtam, de mondta, hogy most lett egy videó, lesz egy videója a TikTokról, szóval megnézzük ezt a videót. Azt mondta, hogy a podcastben nem akar jönni, mert valószínűleg nem tudna több eleget hozzátenni, és... ja. Tehát eleinte azt mondta, hogy valószínűleg el fogja fogadni, de miután kirakta a videót, valószínűleg elege lett a TikTokból, amit meg tudok érteni bizonyos szinten. Attól függ, hogy TikToknak melyik oldalát nézte. Ja, nem tudom, hogy most... Hogyha csak erről a drámáról fog beszélni, az elég uncsika lesz, mert erről én is elmondtam a véleményemet, elég röviden. Hát reméljük, hogy jó lesz. Ugorjunk vissza 40-50 évvel ezelőttre. Olyan. Ahhoz, hogy valaki ismert legyen, tehetségre volt szükség. Akkoriban is voltak persze jó és rossz előadók, különböző stílusok, ezt... Na hát ezért ezt igazából szerintem meg lehet cáfolni. Tehát mi számít tehetségnek? Ez már ez is szubjektív, nem? Hogy mi számít tehetségnek? Tehát valakinek tehetség az, hogy ki tudja gyorsabban kinyalni az Oreót, nem? Tehát, hogyha ebből indulunk ki, régen is voltak idióta emberek, meg most is vannak idióta emberek. De régen is voltak olyan színészek, akik csak így azért szerepeltek filmekben, hogy lejárassák magukat, meg ilyenek. Elég sok ilyen volt, több mint valószínű. Ott is keresték olyanokat, mint most a Berki. Hát nyilván voltak régen is olyan emberek, mint a Berki. Viszont a sztárokról, hírességekről nagyrészt azért el lehetett mondani, hogy a tehetségük, az alkotó tevékenységük és az egyediségük miatt kerültek oda, ahova eljutottak. Na és, ehhez képest mi a helyzet jelenleg? Lil Pump. Ha már csak a példám miatt nem akarunk messzire menni, bőven elég ránézni a mai zenei kínálatra akár hazai téren is. Az egyik legtrendibb műfaj jelenleg, amikor zenébe öntöd az életfájdalmaid, amiket megéltél 14 évesen, mert anya eltiltott a géptől, vagy mert rossz társaságban szívtál cigibe, összeöntve mindezt a 15 éves szerelmi bánatoddal és a gangster vágyaiddal. Yikes! Nagyon durván általánosítunk. Miért régen a zenék nem a szerelmi bánatról szóltak. Ez nekem új. Régen a zenék nagy része az ugyanúgy arról szólt, nem? Tehát régen is voltak ilyen érzelgős, szerelmes dalok. A leghíresebb számok régebbről is általában azok a dalok, amik ilyen hú, de szerelmesek, meg egy bizonyos nőről szólnak, stb. Hát, sőt, még nem is kell zenéhez menni. Hát menjünk még messzebb a múltba. Nem a zenék. Nem is a zenék. Ott vannak a versek. Petőfi Sándor. Példa. Mondjuk értem azt, amire ki akarjuk adni, csak szerintem ez nem feltétlen igaz. Természetesen hangod is nincs, zenei tehetséged nincs. A kedvenc youtubereim. Ezért olyan stílust kell választanod, amiben még te is képes vagy alkotni valamit, ezért szeret ma mindenki ütemre verset mondani rappelés címszóval. A videóklipbe becsempésznek pár csöcsöt, segget. De a rappelés az... igen, ütemre verset mondás. Hát ez a lényeg a műfajnak. Nagyon jól leírtad, csak mondjuk a Wikipedia lehet, hogy jobban le van írva, de nem hiszem, hogy ütemre verset mondunk. Mindegy, amúgy nagyon-nagyon sok az általánosítás benne, és még csak 2 percnél tartunk. Félreértés ne essék, a rappelést, mint műfajt nem ítélem el, attól függetlenül, hogy hozzám alapvetően sem áll közel. Bárkiből lehet sztár, bárkiből lehet bármi, aki pedig ezt bármilyen szinten is kifogásolni meri, az egy elmaradott konzervatív tuskó. Hogyha ezt egyébként társadalmi kérdésekben meri megtenni, akkor még fasiszta is. Ha nem vagy képes feltörni és sztár lenni, akkor véletlen sem belőled hiányzik az egyediség, a tehetség, hanem a világ túl kemény veled és nyom el téged. YouTube-on is vannak trash tartalmak, itt is folyamatosan megy a lenyúlás, a másolás, de azért valljuk be, hogy ez a platform jóval nagyobb múlttal rendelkezik, és viszonylag sokat megtartott a régebbi értékrendjeiből. Itt már nem hébe-hóba megy a lenyúlás, a másolás és a tehetségtelenség. Ez a platform konkrétan erről szól. Tehetséges vagy valamiben? Senkit nem érdekel. Egyedi vagy? Senkit nem érdekel. El tudod táncolni ugyanazt a szart, ami arról szól, hogy a picsádat mutogasd, és már előtted 200 millióan megcsinálták? Tökéletes, ott lesz a TikTok közösség, és meg fogja nézni tőled ugyanazt a videót. Csak vissza kell verni a fényt, hogyha nő vagy és visszavered a fényt, akkor elég ahhoz, hogy TikTokon celeb legyél, ez tök király meg minden, csak...
nem... Hát most TikTokon tekergetsz, három ilyen videónál rámész szar, hogy nem érdekel, és nem fog több ilyet bedobni. Nem tudom, hogy ezt Citex tudja, de alapból most az, hogy letöltöd az appot, és végtekergeted, és meglátod, hogy alapból ami a legfelkapottabb, meg amit neked éppen bedob, az mennyire rossz, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy nincsenek jó, értékes tartalmak a TikTokon. Mert amúgy vannak kurva jó tartalmak, de kedetlen mennyiségű főzős videó van, recepteket mutogatnak, érdekes recepteket is mutogatnak. Hát mi konkrétan pár napja barátnőmmel csináltunk olyan rántott sajtot, amit konkrétan Cheetosba tettük. Annyi a lényeg. Tehát, ja, Cheetosba lett kirántva. Elég finom lett. Mondjuk két napig fostam utána, szóval lehet, hogy emiatt volt, de finom volt. Lassan ott tartunk, hogyha kíváncsi vagyok valakire, és beírom a nevét a keresőbe, ingyen striptease táncol és levetkőzik nekem. Normális ez? Kicsit más kategória, de szinte ugyanez a jelenség. Pornográfiáról hallottál már amúgy, ez is ingyen van, és csak be kell írni egy szót konkrétan a keresőbe. És most azon vagyunk kiakadva, hogy emberek mutogatják magukat. Hát szerintem már a nagyszüleid is láttak olyan újságot, amiben nők voltak messzülenül, és... Bandi, hogy szoktál mondani? Puculóztak? Verték a puculjukat? Ilyen régen is volt. Örülj neki, hogy ingyen van. Legalább nem OnlyFans-en kell fizetned érte. Örülj neki. Nem tudok erre más mondani igazából. Nyilván ez is egy elég szélsőséges dolog. Szerintem sem kéne az, hogy ott táncikáljanak az emberek. Még nyilván a TikToknak mennyi az age limitje a TikToknak? Most ezt gyorsan megnézem. Hány éves kortól lehet használni ezt az appot? Annyit ír, hogy szülői felügyelet. Nem tudom, hogy ha azt mondjátok, hogy 13, akkor elhiszem, hogy 13. Tehát 13 éves embereknek szerintem nem a legjobb az, hogy... Baba boy. Alulöltözött hölgyeket néznek a TikTokon. Sokkal jobb alulöltözött fekete férfiakat nézni a Twitchen, itt nálam. Köszönöm szépen a feliratkozást, Zsombi. Tehát igen, ez nem a legjobb, szerintem sem. De a pornográf tartalmak valószínűleg amúgy is oda fognak jutni a gyerek elé, így is, úgy is, bármennyire is felügyeled, bármennyire is figyelsz a telefonjára, mert az internet az így működik, szóval nem tudom, igazából nem hiszem, hogy a TikTok fogja megrontani a gyerekeket, de nyilván nem jó irányba halad ez a nők tárgyasítása, meg azok a nők, akik így nagyon durván kirakják magukat, mert a pornográfiának is van kettő különböző része. Az egyik, amikor mutatod az arcodat, és rendesen pornosztár vagy, meg konkrétan más férfi pornosztárokkal baszhatod meg magad. Én szerintem ez színészet, de nyilván nem szeretném, hogy az én barátom ezt csinálja. Valakinek ez teljesen oké. Én ezt elfogadom, hogy színészet, én elfogadom, hogy erre van igény, de semmiképpen nem szeretném, hogy az én barátnőm mással feküdjön le, akkor sem, hogyha ez színészet, akkor sem, hogyha nem jelent semmit. Nyilván szerintem a normális ember normális értékrendekkel az ezt nem szeretné. De hát ez ilyen. Ilyenek is vannak, nyilván. Hogyha valakinek kell a pénz, akkor valószínűleg ki fogja rakni magát TikTokra, igen. És hogyha úgy van, hogy hírneve van, és még mindig nem jött elég pénz, akkor lehet, hogy OnlyFansre is. Ez egy ilyen világ, ez sajnos, de ezzel nem tudunk mit tenni. Citex sem, és én sem, de az, hogy idegeskedünk rajta, mint egy boomer, az nem fog segíteni. Hogy a TikTok videók 99%-a egyszerűen cringe, kellemetlen végignézni. Legszívesebben megtanulnék hegedülni az ereimen. Most ki fogom mondani, amit mindannyian szerettek, egyszerűen... Emós vagy, Citex. jó. Ez egy kicsit olyan, I don't know. Ilyen leafy type beat, de nem, én ezzel sem értek egyet, hogy a TikTok videó 90%-a az szar lenne. Mert nem tudom, én nekem majd beajánl, nekem van olyan, amikor vicceseket ajánl be. Na, itt van például valaki a NAV-nak a NAV-nak a videóit tölti fel, ilyen idióta TikTokos zenékkel, olyanokat, hogy mutatják a lefoglalt Ferrari-kat, meg ilyenek. Szerintem ez kurva vicces. Ez egy macska. Ennyi! Hát most... Erre azt lehet mondani, hogy cringe, ez egy macska! Egy macska! Tehát szerintem nem minden videó cringe a TikTokon, meg nem is minden... Nem a 99% cringe. Nyilván nagyon sok olyan jön be, amikor az emberek nagyon azt hiszik magukról, hogy viccesek, és nem azok. Van egy kreatív része a TikToknak, van egy olyan része is, amely nem kreatív. Igazából
Ez tényleg attól függ, hogy miket lájkolsz, hova írsz kommentet, mennyi ideig nézed azt, ami a képernyődön van, rámész arra, hogy nem érdekel, megosztás gombra rámész, és akkor ott tovább kell tekerni, azt hiszem, egy kicsit az alján, és ott vagy not interested, arra rámész, és akkor nem fog bedobni több olyan videót neked. Ha most töltötted a TikTokot, rámész, hogy nem érdekel, és nem fog több olyat dobni, én ezt megcsináltam, és nekem nem dob egyáltalán olyan videókat, tehát nem az, hogy ritkábban, egyáltalán nem dob olyan videókat, tehát órákig tekergetjük a TikTokot, és nem dob egyszerűen olyan videót, amiben lányok táncikálnának, de mondjuk fiúk se. Tehát én ezeket a táncos videókat alapból gyűlölöm, mert semmi értelmét nem látom. Hát a musical.ly az erre épül, de hát ez most már nem musical, hanem TikTok, ez egy teljesen másik dolog. És teljesen jó szerintem az algoritmus, amit ott kiépítettek, és nagyon-nagyon könnyen fel lehet jutni a For You-ba. És nagyon-nagyon sok elérésed van. Hát nekem a legújabb videómat 100 000 ember látta, amit feltöltöttem. Ez egy streamből kivágott kis jelenet volt. 100 000 ember látta, az nagyon sok. De mégis a TikTokon keresztül elértem 100 000 embert, és egy olyan témáról beszéltem, ami szerintem fontos, meg szerintem jó, hogy elmondom az embereknek. Akkor nyilván a TikTok önmagában nem egy rossz dolog. Mert lehet ilyen dolgokra is használni, igen. És sokan használják ilyen dolgokra. Olyan szekunder szégyenérzetem van, amikor meglátom, hogy ezek a videók léteznek. Szekunder szégyenérzete van! És hogy milyen nézettség van rajtuk. Az emberek pedig felfedezték, hogy ezeknek a videóknak a hossza tökéletesen bepasszol az Instagram és Messenger sztorikba, szóval még akkor sincsen nyugtom, ha nincsen letöltve ez a szar. Hú, na de. Igen, mert ezek rövid videók. És ja, sokan megnézik őket, mert egy videó minden rövidebb, annál több ember nézi meg általában. Mert hogyha látod, hogy egy videó mondjuk, mit tudom én, 20 perces, akkor lehet, hogy az a videó az így azt mondod, hogy hát, azt lehet, hogy megnézem később, és elfelejted, mert nem mentetted el. De TikTokon nem kell ezeket, nem az, hogy meglátod, hogy hány perces még ének, konkrétan tekerszt és bedobja az arcodba. Igen, TikTokon nagyon nagy számokat lehet elérni, de ezekkel a számokkal azért vannak csalások. Tehát itt olyan dolgokra kell gondolni, hogy nyilván az is megtekintésnek számít, amikor te csak áttekersz rajta. Ezt sem akarom most annyira kifilózni, mert erről is fogunk beszélni a podcastben, de röviden annyi, hogy ezek a számok nem feltétlen azt adják vissza, hogy valóban hány ember látta. Tehát abból a 100 000 emberből, aki látta az én új TikTok videómat, a legújabbat, abból lehet, hogy mondjuk csak 30 000 ember nézte végig. A napokban böngészem a felkapott tartalmakat, és találkoztam egy ismerős arccal. Whisperton, az igazság. Ah, Ton. Mondom, mi ez? Miről maradtam le? Dráma van, én meg nem tudok róla, hogy mi történik. Kiderült, hogy azért nem tudtam róla egészen idáig, mert TikTokon zajlott, úgyhogy kíváncsivá tett, vajon az ottani tartalomgyártók hogyan és miként drámáznak egymás között. Biztos vagyok benne, hogy szembe jött veletek az influencer, illetve köztem kialakult az ő szavaival élve beef, balhé TikTokon. Szerencsére nem, de neked hála most, hogy ezt elhoztad YouTube-ra is, sikerült vele találkoznom. Jó dráma persze nincsen jó nézőközönség nélkül, szóval el tudom képzelni Whisperton komment szekciójában a habzónyáló nézőket, akiknek kétejfog elvesztése között van idejük ilyenekkel foglalkozni. Azonban észrevettem, hogy ez a Let's Hate Whisperton Movement olyan... Ez, amit most mondod, ez a kétejfog elvesztése közben. Mert nyilván amúgy a Whisperton kisgyerekek nézik, és nem tényi lányok amúgy, nem? Tehát nyilván rá kell nézni az emberre. Ez hogy... A TikToknak degradáljuk az egész nézőtáborát, hogy ezt gyerekek használják, meg ilyenek, az szerintem mondjuk egy kicsit sok. Mondjuk most lehet, hogy nem a TikTokra gondolt alapvetően, hanem csak Whispertonnak a nézőtáborára. Arról meg annyira nem tudok beszélni, mert nem ismerem az ő munkásságát, de nem hiszem, hogy a nézőinek a nagy százaléka tejfogú lenne, de az is lehet, hogy nem. De a nézőnek a nagy százaléka lány, ez biztos. Szeretném tisztázni, hogy nagyon sajnálom, ha bárkit megbántottam a történtekkel. Soha nem volt szándékom, és nem is lesz. Értem, hogy nagyon formaira tervezed ezt a videót, és hogy PC akarsz bennem maradni, de ha te magad mondtad, hogy a vádak egyáltalán nem igazak rád, akkor nem igazán értem, miért húzod a videót ennyi töltelékdumával, ahelyett, hogy a lényegre törnél. Elképzelésem sincs, mit lehet erről 30 percig beszélni, de kíváncsi vagyok, hogy egy ócska TikTok drámán mit lehet ennyit magyarázni. Eszter megvádolt engem azzal, hogy én egy az egyben lenyúltam, elloptam az ő videóját. Amúgy ezt tényleg el lehet mondani 5 percben. Ezt én is mondtam, mikor én néztem meg ezt a videót streamben. Ellenére, hogy őt, mint tartalomgyártót én egyáltalán nem ismertem. Komolyan TikTokon kiakad valaki a másikra azért, hogy lenyúlja a videóját? Az egész platform erről szól, unalmas emberek unalmas sablonkontentekkel, meg éppen felkapott trendekkel. Tisztelt a kivétel.
Itt már az is egyedinek számít, ha legalább te szerepelsz a videóban, és nem valaki más tartalmát nyúlod le mondjuk YouTube-ról. Amúgy igen, nagyon sok olyan van, aki YouTube-ról nyúlja le a dolgokat, és feltölti part 1, part 2, part 3, szörnyű. De most már lehet 3 perces videókat is feltölteni TikTokra, szóval igazából remélem, hogy ennek véget vett. Szeretnék egy kicsit beszélni arról, hogy mi is maga az a másolás, számotokra esetleg lopásként megélt fogalom. Ez engem is roppantul érdekelne, legalább kapunk egy képet arról, hogy te hol húzod meg a határokat. Nyilván alapvetően van igazságtartalma annak, hogy nagyon sok ötletünkkel, gondolatunkkal nem vagyunk egyediek, ettől függetlenül létezik az, hogy kreativitás. Ezen a platformon ezzel szemben trendhullámok vannak. És mindenki ész nélkül csinálja, amit a másiktól lát. Én nem látok mostanában trendeket TikTokon. Tehát így van egy pár vicces trend, meg ilyen, nem tudom. Most van ez a zene. Hát, hogyha ez trendnek számít, akkor ez az egy, amit láttam mostanában. Nem nagyon látok trendeket. Meg van ez a cheetosos kaja, amit mi is megcsináltunk, mondjuk videót nem csináltunk róla, szóval lehet, hogy meg se történt, csak hazudtam. Mert amire nincs videó, az úgy nem történt meg az interneten. Nagyon nagy volumenű trendeket, mint például régen az Ice Bucket Challenge, meg ilyeneket, meg ezeket a táncos trendeket, én már személy szerint régen nem látom. Szóval én nem tudom, hogy Szitex mit látott. Tehát érdekelne, hogy mi a konkrétum, amire mondja, hogy egymást másolják az emberek, meg hogy trendekre felugranak. Már a trendekre felugrásnál vagyunk, akkor mond neked az valamit, hogy B-Turbo? Mert Szitex is csinált B-Turbóról mondjuk tök sok videót, az is mondjuk egy vonatnak a meglovaglása, nem? Minden esetre érdekes felvetés. Én mostanában nem látok TikTok trendeket, de áldjon meg a jó Isten, maradjon így. Már azért. Kivéve, hogyha nagyon jó trendek vannak, mert amúgy a trendek is lehetnek jók. Csinálják egy kreatív videót TikTokra? Milyen videót csinálják? Szerintem tátogok valami szarra, miközben szöveg jelenik meg, hogy nincsen csajom. De miért kell ennyire általánosítani mindig? Faszom! Ó, basszus, az már volt. És megnézitek, egy nap eltéréssel töltöttek fel egy hasonló témán alakuló tartalmat. Ez is mutatja, hogy mennyire hasonlóak vagyunk mi emberek. Úgy érted, mennyire érdektelenek és tömegcikkek? Ez hogy jött ide? Nagyon, nagyon szélsőséges. Nagyon, nagyon edgy. Túlságosan edgy vagy Szitex. Ez nagyon edgy. Ez nem jó. Beszélgettünk fókuszcsoport Ádámról és Szitexel, és abban egyetértünk, hogy szerintünk, mind a kettőnk szerint elég jó videós, sőt az egyik legjobb jelenleg a magyar YouTube-ban, de azt mondta, hogy neki túlságosan, hát hogy is mondjam, nem is tudom, mit írt. Túl egyhangú talán? Vagy valami olyasmit írt. Tehát annyi a lényeg, hogy túlságosan próbál PC maradni, meg annyira nem szól oda, meg ilyenek, de ő nem is rendel. Amit most a Szitex csinál, az rend. Az valóban rend. De nem tudom, monoton. Lehet, nem tudom, melyik szót használta, teljesen mindegy. Hát nyilván ezek az edgy srácok a célközönség. Akik ott tartanak, hogy tök jó, hogyha valami trendivel szembe megyünk, mert hogyha szembe mész egy trendi dologgal, akkor az téged egyedivé tesz? Szerintem nem. Szerintem nem. Tehát valahol ott vagyunk a kettő között, hogy Szitex boomer és Szitex edgy. De edgy boomer? Itt vagyunk, de hát ő nem boomer, velem egy idős. De nem vádolhatsz meg csak úgy egy embert mondván, hogy a te videódat lopta el, mert hogy te is csináltál valami ilyesmit. Ebben viszont egyetértünk. Szerintem pont a TikTok az a platform, ahol ha valaki másoláson háborodik fel, az pont olyan, mint amikor azok a ribancok háborodnak fel, hogy kihasználják őket a férfiak, akik naponta váltogatják a p***t. 40 percre néz egy 20 perces videót, és abban a videóban csak 10 percnél tartasz. Figyelj, Bazsalik, egy jó videó. Na. Hát, na. Szóval lemásolod, de mivel nem teljesen másolod le, ezért csak inspiráció. Baszki, ez komolyan mondom 200 IQ most már. 24 óra titkos utazás. Hát igen, ezek ilyen skiton type beatek kb. Érdekes. Na, hát a lényeg, hogy igen, TikTokon nagyon sok ember inspirálódik a másiktól, de ez a YouTube-on is megtalálható, a zenei világban is megtalálható, kurva sok helyen megtalálható, és szerintem az, hogy valaki, nem tudom, ez a
lopás dolog is elég szubjektív szerintem. Ha kiakadunk azon, hogy tegyük fel, valaki egy külfelditől lát egy jó poént, és megcsinálja magyarul, és mondjuk tesz bele valami magyar vonalat, vagy bármi, az szerintem nem hiszem, hogy az egy olyan szörnyű nagy lopás lenne. Mert akkor ennyire a trendeket is hívhatjuk lopásnak, mert egy ember megcsinálja, akkor onnantól kezdve a második az már nem a trendet követi, hanem csak szimplán lopja a trendet, nem? Értem azt is, amit Citex mond, de remélem, hogy értitek azt is, amit én mondok, hogy szerintem nem feltétlen minősül lopásnak az, hogy most a TikTokon, a Whisperton azt táncigázik, meg ilyen vicces videókat csinál. Nem tudom. Lehet, hogy túl gondolom, nem tudom. De furcsa dolog, hogy úgy beszélünk a plágiumról, hogy egy anime karakter képünk. Mármint, hogy ezt most nem úgy értem, hogy valakinek anime profilképe van Facebookon, és akkor nem ér semmit a véleménye, hanem konkrétan az imidzsét egy anime karakterre építette föl, ami szintén úgy lehet plágium, nem? Jó, most nyilván az Attack on Titan-nek a készítői nem fogják a Citex-et beperelni azért, mert a Levi Ackerman-t használta a profilképeket, meg a videóban, meg mindenhol, de én szerintem ez sem azt tükrözi, hogy neked például sokkal több kreativitásod van, mint ezeknek az embereknek. Mérlegelni kell a dolgokat. Gondolom TikTok. Személyeskedte! Bocsánat! Elnézést! Kert távlatban csak az számítana másolásnak, ha egy az egyben feltöltenéd az ő videóját. A nézőknek meg úgyis tök mindegy, hogy melyik őtök mire tátog, akik ezeket képesek rendszerességgel követni, azok meg is érdemlik. De mi is történt velünk pontosan? Körülbelül egy hónapja lementettem ennek a srácnak a videóját, átalakítottam, átírtam, hogy igazán tonos legyen, majd posztoltam TikTokra, és természetesen a komment szekcióban meg is jelöltem. Fél órával később, amikor megnéztem a kommenteket, láttam, hogy többen írták, hogy ezt a tartalmat, mintha már láttam valahol, influencertől loptad a tartalmat, miért nem jelölted meg, blabla. Na jó, ez már konkrétan fájdalom. Ki a jóisten az az influencer, és hogy lehet egyáltalán ilyen névvel létezni? Megfogja, letölt egy videót, átalakítja saját... Szerintem tök kreatív amúgy, most nem azért bevédjem, elég idióta egy nő, de szerintem kreatív amúgy, tehát belerakta a saját nevét, meg influencer, és akkor így BAM! Mekkora név. Ez, hogy kiakadunk az ember nevén, szerintem felesleges. És a nézők elkezdenek háborúzni a TikTokon, ahol minden egy ellopott, újrahasznosított, fantáziátlan hulladék, hogy két ember feltöltött egy viszonylag hasonló videót. Később észrevettem Instagram DM-ben, Eszter megjelölt a sztoriaiban, mondván, hogy én egy az egyben elloptam az ő videóját. És elkezd a csaj erről posztolgatni sztoriba, hogy egy ember, aki valószínűleg az életében nem látta még, biztosan róla másolt, mert ő találta fel a spanyol viaszt. The Big Apple. You're gonna have to experience it, I can't explain it to you. In New York. Like, hey taxi! You can take the city away from me, but you can't take me out of the... Wait, what is this? Ez a nagy inspiráció? A nagy külföldi példakép? A híres arc? Hát mi a f***om volt ez? Random pofázások 3 másodperces vágásokban igénytelenül össz***va. Ez mi? Ez mi? Ez content? Ez szórakoztat embereket? Igen, ez egy sztereotípiát parodizáló rövid skit. Igen, ez szórakoztat embereket, nem olyan embereket, mint te vagy én, hanem nálunk sokkal alacsonyabb a humorra való inger küszöbük, mint nekünk. Jön majd be a fénymásoló effektus, amiről beszéltem, amikor az egyébként is igénytelen trendeket elkezdik átvenni minél többen és sajátjuként értékesíteni. Borzasztóan kíváncsi vagyok rá, hogy Whisperton mégis mit alkotott ebből a remek műből. Sweetheart, good morning! Az a Raven nem láttalak, a Maldivon csak úgy repül az idő. Huggy Wuggy! Amúgy ilyen hideg front van, Malibu-ba hozzátettem a plusz 30-hoz. Ez még micsoda? Fakanál! Ez azt látok itt a séfem a... Szükséges ehhez bármit kommentálnom? Akkora cringe-elés van bennem, hogy nem tudok megszólalni. Ehhez nem kell a TikTokra menni, csak írd be, hogy skiton! Írd be, hogy skiton! Boldog szüli napot! Boldog szüli napot! Ez az enyém? Igen. Repülőjegy. Aha. De csak egy főre. Aha. És csak oda. Hát, igen. Hát. A point meg is találtam. Boldog szüli... Hol a point? Mi volt a point? Hep XD?
ott is van, megtaláltuk a poént. Tudom, hogy nehéz elhinni, és tudom, hogy nagyon különlegesnek érzed magadat. Én is ebben a cipőben járok. Meg amúgy szerintem itt a cseten kurva sokan ebben a cipőben járnak, de igen, nehéz elfogadni és elhinni, hogy az emberek nagyon nagy százalékának az inger küszöbe a nevetéshez az a békesegge alatt van. De mivel azok az emberek, akik ezt nézik, ezek vagy általában gyerekek, vagy öregek, vagy az internettől teljesen elzárkózott emberek, akik nem 2 éves koruk óta nyomják a számítógépet. Tehát most, hogyha én már 13 éves koromban, vagy előbb, tehát általános iskolában már láttam a Two Girls One Cupot. Tudsz újat mutatni? Tudsz újat mutatni, bazd meg? Nem tudsz, geci, mert az interneten minden szar fönn van, és egyértelmű, hogy az ember inkább azon fog nevetni, hogy van valami, mit tudom én, akkor figyelj! Szusz. Ting 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 ting. Érted? Mert Among Us. Érted? Fekete Among Us karaktere hasonlít. De ezen nevetnek azok az emberek, akik ezek a Z-generációs gyerekek. És valaki erre mondja azt, hogy cringe. Valaki erre mondja azt, hogy ez nem lesz vicces. Valaki meg lehet, hogy most nevetett egyet a streamemen azért, mert azt mondtam, hogy szusz. De érted? Ez sem viccesebb annál. Most, hogyha objektíven nézem az egészet, ez sem viccesebb, mint a Skiton vagy a Whispertonnak bármelyik skitje. Mert nem az. Az, hogy kinek mi a humoros, az szubjektív, és igen, a humorban is van egy átlagszint, amit valaki vagy megüt, vagy felülmúlja, vagy alulmúlja, a Skiton, meg a Whispertone, meg ezek a videók szerintem alulmúlják, de valakinek meg egyszerűen pont ez a szint az, ami eléri az ő inger küszöbét, és megnevetteti. Erre nem lehet más mondani. Mi az a Two Girls One Cup? Ne keresd rá! Az a videónak a tartalma, hogy azért beszél ilyen elnyomorított hangon, mert 2 hétig Amerikában volt. Ennyi. De... Igen, ez konkrétan amúgy egy görbetűkör azoknak az embereknek, akik azt hiszik, hogy most kimentek 2 hétre Amerikába, és utána meg mondják, hogy folyamatosan, hogy jó, Amerika ilyen jó volt, olyan jó volt, meg Amerika innen jobb, onnan jobb, amúgy, meg akcentus. Akcentusom lett! Vágod? Ez... Erre egy görbetűkör, ez egy sztereotípia. Egy valószínűleg létező sztereotípia, bár szerencsére én még nem találkoztam ilyen emberrel. De, a fasz nem. Van egy ismerősöm, az egyik pékségben hollandul beszélt Magyarországon a magyar ember azért, mert kim volt fél évig Hollandba, és így nagyon flexelni akart vele. Nagyon gáz. Tehát ilyen van, ez egy valós dolog. De ez miért? És ha azt hiszed, hogy kellemetlen volt, amit eddig láttunk, most jön a fincsi rész. Sorry, annyira sajnálom, hogy késtem. Csak tudod, most jöttem vissza Amerikából egyen 3 hónapja, és azóta a jetlag-től azt jöttem, hol van a fejem előre. Teljesen elvesztettem itt a time érzékelést Magyarországon. Hát a nyelven is érted, nem tudom, hogy csinálják az emberek, hogy így a language, you know. Hát tényleg kaparom az arcom a helyéről. Mi a volt ez? Ez mi volt? Mit láttam az előbb? Ezen valaki nevetszitex. Nem én, meg nem is azok, akik a streamet nézik, de valakinek ez biztos tetszett, mert nyilván biztos van rá igény. Hát, hogyha Whispertonnak is erre videójára van igény, akkor hadd csinálják. Ez most olyan, mint hogy megnézek egy gyerek videót. Ja, mondjuk most ez kicsit durva lesz, összehasonlítani a kisgyerekeket azokkal az emberekkel, akiknek a humorizékük csak szimplán szar, de ja, inkább a gyerekekhez tudnám hasonlítani őket tényleg. Tehát általában azok az emberek, akik nézik ezeket, azok valóban gyerekek. Tehát most megnézek egy Sam a tűzoltó epizódot, akkor én abban nem az izét fogom keresni, mit tudom én, nem a politikát, meg az élet érdemét fogom keresni egy Sam a tűzoltó részben. Most, hogyha a TikTokokban, ezekben a TikTokokban keresed a miértet, meg hogy ez miért vicces, meg hogy kinek vicces, stb. Nem fogsz választ találni. Vagyis a választ megtaláltad, mert most mondtam el, de ezt valószínűleg te is tudtad. Egy Sam a tűzoltó epizódban nem fogom megkeresni azt, hogy mit tudom én, mi lehet a rasszizmusra megoldás például. De mi történt? Mi volt ez? Nincsen kedvem most már így élni.
hogy ilyen gyorsan visszaszoknak. Mert én azért két napot voltam kint, so like 2 days. De az a két nap nagyon tartalmas volt, úgyhogy kicsit még a mázsor nem jött vissza, de remélem visszafog, mert a madarom nem érti, amit mondani akarok. Ne arra, úgy nem láttad? Itt van. Bocsi, csak annyira ráfüttem kint a Starbira, hogy nem bírok Starbucks nélkül felkelni, a morningom nem indul nélküle. Elemezzük. Van nekünk egy influ-eszterünk, aki ül egy ilyen szánalmasan ótvarul mögé vágott háttér előtt. Igen, ezt a telefonjával vette fel ezt a videót, ezt nem ő vágta mögé, hanem az app magától. Vannak erre már elég jó technológiák, és azt hiszem az Nvidia-nak van egy olyan streamer kamerája, ami konkrétan úgy vágja ki mögüled a dolgot, hogy még green screen sem kell hozzá, és eléggé jó minőségben csinálja ezt. Úgy kezdi el a videót, mint aki az első pár másodpercben veszi észre, hogy egyáltalán elindult a felvétel, azt sem tudja, mit beszél, konkrétan megírt szövegesen volt, Whisperton legalább addig eljutott, hogy megvágta a videót, meg összerakott rá valami koncepciót az elején. Mondjuk hiába teszel szarra tejszínhabot, nem lesz belőle torta. Az emberek, language, you know, fingom sincs, amit mondjak, az egy igénytelen szar, tudod, most voltam TikTokon, és a... Citex! Ne haragudj, de ez számomra kínosabb volt, mint az Influesternek, meg a Whispertonnak a videója összesen. Tetszik ez a kötel, you know. Eszter videójával körülbelül 25-ször vetettem össze az enyémet, mondván ugye ismétlem, hogy egy-egyben kopiztam. Összevetve a két videót megpróbáltam minden olyan pontot megtalálni, ami Eszter szerint összekapcsolódhat az enyémmel, és amit én loptam a videóra, amit ugye sose láttam. Az egyik az maga a hanglis. Sekunder szégyenérzetem lett tőle. Oh my gosh, I have sekunder szégyenérzetem. Megölöm magam. Az a tény, hogy én angol akcentussal magyarul beszéltem. Remélem azért ezt senki nem szeretné hinni, hogy március 24-én Eszter kitalálta az akcentus fogalmát. Az bánt a legjobban, hogy Whisperton alapvetően nem tűnik egy buta srácnak. Kifejezetten értelmesen összetudta foglalni, amit mondani akart, és egy TikTokos bohózkodáshoz képest meglepően nagy kontrasztban áll ez a videója, amit feltöltött. A következő jelenetben Whisperton megmutatja Influ Eszternek írt üzenetét, ami, azt kell, hogy mondjam, egy tök korrekt lépés volt a részéről. Neki. Konkrétan elmondja neki, hogy máshonnan inspirálódott, és nem tőle. Korrekten. Ennyi. A többiekkel haladunk tovább. Na de... Ja, meg a gyerekesnek tartja a vádaskodást. Hogy milyen választ kapott. Ezt válaszolta. Kedves Whisperton, konkrétan lenyúltad a videómat. Na ez volt az a pont, ahol egy kicsit feladtam az egészet, mivel már ez bizonyította nekem azt, én megélésem szerint hangsúlyoznám, hogy Eszter meg se próbáljon meghallani azt, amit én mondok neki. Ez a csaj olyan szinten narcisztikus és egocentrikus, meg ez a lekezelő, ignoráns stílus, amiben ír, hogy arra... Síí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 í Le a kalappa. Nincsenek szavak. A kérdésem az lenne, mire fel? Arra az igénytelen hányadék szarra, amit gyárt a TikTokra? Aztán amit ebből a szemétből összekapargat nézőket, azokat meg védőpajsként használja. Na de a történet halad tovább, ugyanis Whisperton ezután letiltotta a csajt, úgy vélem teljesen jogosan, aki ezután sem állt le és gyártotta a TikTok videókat, illetve live-okat. Ajaj. Megbabonázva azzal, hogy hivatalosan is bebífelt egy TikTok celeb. Whisperton kirakott egy videót, ahol a Starbitól kezdve a kétnapos amcsi kiruccanáson át minden elhangzik a videóban. Ne jogosítsunk meg fel valakit azért, mert kék pipája van. Feljogosítjuk őt arra, hogy ezért ő ellophatja a kontentet. És nem... Bárki lophat kontentet. TikTokon konkrétan csak azért kapsz tiltást, ha ilyen veszélyes dolgokat teszed a videóba, vagy nagyon durván káromkodsz esetleg. Amikor Flex káromkodott a videóba, elmondom, milyen csúnya dolgot mondott, amilyen letiltották a videómat, amit Flex-el még játszottam, Minecraft clip, Twitch clip, feltöltöttem TikTokra, azt mondta, most figyelj, azt mondta, hogy kurva anyád, ezt mondta, és ezzel letiltották a videómat, és egy napig nem tudtam posztolni. Ja, hát kirakják a següket TikTokra, ez megint egy olyan dolog, hogy igény megvan rá onnantól kezdve igazából. Twitchen is meg lehet csinálni most már, pedig a Twitch az régen nem ezt képviselte, de hát mindegy. A megerősített profiloknak egyébként szerintem sincs semmi köze a tartalomlopás jelenségéhez, ez az egész magának a platformnak a rákja. Gondolom erre a cringe angolos beszédre gondolsz Bridget persona alatt, Bridget bár persona. Nem hiszem, hogy ez lenne rá a legtökéletesebb kifejezés.
Örülünk neki, hogy ez az életművet 27 évesen. Én a videóimon napokat szoktam gondolkozni, amiknek utána nézek egyébként, hogy van-e már olyan a TikTokon. Sokat dolgozok rajta, mert én így rakok bele munkát, meg energiát. I'm sorry. Annyira sajnálom, hogy késtem. Megadom magam. Én nem fogom azt mondani most itt 185 embernek a live-omban, hogy jelentjétek a Tonnak a kopizós videóját, de hogy így a rohadtul megérdemelné, hogy leszedjék a videóját egyébként. De mert mit csinált benne? Hát ő van benne, ő beszél benne, hát akkor mi van? Hát most... Iszonyatosan megérdemelné. Biztosan emlékeztek a Chucy versus Owen McHenry jelenetre. Ha nem, akkor a videó végén be lesz rakva a beszélgetés ezzel kapcsolatban. Ez egy egyórás podcast, kérlek vágd be! Ahol ezt Owennel kitárgyaltuk. A konkrét történet, mint kiderült, úgy nézett ki, hogy Chucy valóban nem mondott ilyet a nézőinek, hogy menjenek oda Owen McHenry live-jába spammelni, hogy Juszkod Chucy. Cserébe viszont úgy fejezte ki magát, idézem, én most mondhatnám nektek, hogy menjetek oda Owen live-jába beírni, hogy Juszkod Chucy, de nem fogok tőletek ilyet kérni. Ez egy végtelenül buta és átlátszó taktika egyébként. Lényegében elmondod fel... Srácok! Én most mondhatnám, hogy itt vagyunk. 150 ember. Most, hogyha 150 ember mindenki küldene 1 eurót, akkor az nekem tökre sok mindenre elég lenne. És csak 1 euró. 400 forint. Mondhatnám, hogy küldjön mindenki 1 eurót, de nem mondom! És ne is szaboljatok, azt sem mondom. Aztán pedig, amikor számon lesz rajtad kérve, ott lesz alibinek, hogy de hát te nem kértél senkit ilyenre. Szánalmas taktika, de sajnos vannak, akik bekajálják. Egyébként az volt rossz a videójában, hogy nem is volt vicces. Skibidibabdadab! Ez így működik? Ezt tudtam volna, akkor én milliómos lennék, haló, kösz szépen, Nami. Rosszul lennék, ha azt az életet kellene élnem, amit ő. Tehát nehogy... Nem, inkább egy üres albérletbe live-olok 27 évesen, egyedül, magányosan. Ahelyett, hogy egy elég neves tánciskolában táncolok, és vlogolok, és megélek belőle van nélkül, hogy... Ja, de mikor azt hisz, hogy szülei tartják el, nem mindegy. Na. Kösz szépen, Baskó. 27 évesen egy cringe TikTok szaranya fogsz. Már 10 videó óta. És akkor ott a többi TikToker, hogy őket is észrevegye valaki, természetesen bebizonyították, hogy fogalmuk sincsen, miről beszélnek. Viszperton jelenség. Viszperton tegnap megosztott egy videót, amelyben angol akcentussal magyarul beszél. Alapvetően ez az ötlet influenceré volt. Nagyon szomorúan konstatálom, hogy ebben az egész vitában mindenek ellenére Viszperton reagálta le legkorrektebben a szint. Szerintem a angol akcentussal így bárki... Azt nem mondjátok a gyerekkorotokban, legalább egyszer nem próbáltátok meg utánozni azt, hogy beszélnek a külföldiek, meg nem halandzsáztatok így magatokba, meg így barátokkal, nagyon fiatal korotokban, hát ezt mindenki csinált, ezt nem lehet megmondani, ezt kitalálta ki. A TikTokot, mint platformot egy ráknak tartom. Egyszerűen szánalom, ami ott megy, illetve amiket oda gyártanak emberek. Ezek a drámák pedig tökéletesen megmutatták, hogy még a vitatkozás is milyen szinten színvonal alatt történik ott. YouTube-on azért valljuk be, hogy jóval izgibb dolgok történnek. Jó lett. El nem írok kommentet. Úgy nem azt mondanám, hogy rossz, meg nem is basztam fel magam rajta, nem értünk egyet sok dologban. Tehát szerintem a TikTok, így recap, szerintem a TikTok egy jó platform. Eleinte elég szarnak indult, de szerintem bőven több, mint megfelelő arra, hogy szarás közben nézd, meg egy cigaretta mellett megnézd egy pár TikTokot, amíg cigizel. Tehát a lényeg, hogy szerintem vannak vicces tartalmak is a TikTokon, meg vannak hasznos tartalmak is, szórakoztató tartalmak is vannak a TikTokon, de nyilván vannak undorító szartartalmak is, de ezek a tartalmak ugyanúgy fenn vannak a YouTube-on is, csak ezeket azért nem látja Citex, meg azért nem látják sokan, mert nem jön az arcodba. De a TikTok az alapból egy teljesen másik platform. Ezért nem értem, miért hasonlítjuk a YouTube-hoz. A YouTube-on nem az a lényeg, hogy láss mindent. De a TikToknak az a lényege, hogy mindent, amit az algoritmus úgy gondol, hogy neked van az a videó, azt beledobja az arcodba, és látni fogod, és nyilván meg fogsz rajta botránkozni, hogy úristen, ilyen van is. Fú, ez nagyon durva. Hát nyilván ott a Varga Irén, meg ilyenek. De hát
ott van például Molnár Krisztián, őtik, ő nem TikTokon kezdte, ő YouTube-on kezdte, és ott is megbotránkoztak az emberek, egy pár embernek bedobta a recommended, rámentek, hogy mit csinál ez a dagadt gyerek, aztán látták, hogy hú, hát ez dagadt és vicces, mert nem tud beszélni, és ennyi. Ez volt a poén faktora a legtöbbször. Ezek a szánalmas, magamutogató emberek, hölgyek, ribancok, lehet őket bárhogy hívni, megtalálhatóak YouTube-on is egyaránt, Instagramon is, bármilyen social media platformon megtalálhatóak, mindenféle ember, mindenféle tartalom. Én ezzel szeretném lezárni erről a videóról a véleményemet per reakciómat. De amúgy igen, ezt amit írsz, igen, Boros, régen ugyanezt gondolták a YouTube-ról, ezt mondom éppen, hogy ez változhat, de alapból a YouTube az nem úgy épül fel, tehát a YouTube-ra fellépsz, akkor alapból látsz egy ilyen mozaikot sok videóról, arra mész rá, amelyik éppen tetszik, és akkor onnantól kezdve megy a többi, vagy nézed a többit, vagy tudsz lejátszási listát csinálni, annyi mindent lehet a YouTube-on csinálni, mint a TikTokon nem. A TikTokon csak jönnek a videók a For You-ba vagy a Following-ba, kettőféle lejátszási lista van, és abból csak az egyiket tudod kezelni, és ott sem azt tudod kezelni, hogy milyen videókat dobja be, hanem azt, hogy kiktől dobjon be videókat. Tehát egyszer tudod filterezni azt, hogy csak azokat dobja be, akiket te követsz. A For You-nál is tudsz filterezni, ott úgy tudsz filterezni, hogy ne dobjon be olyan videókat, amiket te nem szeretnél, hogy ha olyat látsz, amit nem szeretsz, akkor rámész, hogy nem érdekel. Ez a YouTube-on is fenn van, és működik nagyon jól. Vagyis vagy ne javasold ezt a csatornát. Mondjuk ez nagyon hasznos lenne a TikTokra is, de a TikToknál, ha nem érdekel, meg a ne javasold ezt a csatornát, az szerintem teljesen ugyanaz. Mert ha rámész valakinek nem érdekel, akkor attól az embertől valószínűleg nem fogsz több videót látni a For You-ba. Kivéve, hogyha mondjuk beköveted, akkor ezt valószínűleg vissza tudod fordítani még. Hú! Na, hát ez egy nagyon-nagyon érdekes videó volt. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljál, donételek százat, majd amit lesz, majd elszórjál, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.